kivonultak a kormánypárti tagok az akkói part tárgyaló parlamenti bizottsági ülésről. Hónapokig tartó időpont egyeztetés előzte meg az országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának április 16-ai ülését, melyen a magyarországi akku beruházások ügye lett volna az egyik napi rendi pont. A minisztériumok meghívott képviselői azonban meg sem jelentek az ülésen, a kormánypárti tagok pedig elhagyták a termet, amikor ez a téma került sorra. Számos ígéret hangzott el korábban a külügyminisztérium és az energiaügyi minisztérium képviselői részéről, hogy az akkuipar problémáinak bizottsági megvitatásán részt fognak venni mondta el Keresztes László Lóránt, a fenntartható fejlődési bizottságának elnöke. Ennek ellenére a bizottsági ülést megelőző este a minisztériumok arról értesítették az elnököt, hogy mégsem hajlandóak a részvételre. Így az ülés határozatképtelenné vált, s a teremből kivonultak a bizottság addig jelenlévő kormánypárti tagjai is. Az eseményre a minisztériumok képviselői mellett meghívást kapott dr. Györfi Dóra, közgazdász professzor, Simor Gergely a Greenpeace Magyarországi Regionális Vegyi Anyag szakértője, Bodnár Zsuzsa, a civil szervezetek tömörítő akkumulátor károsult települések igazságért szövetség képviselője, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Kaderiák Péter azonban a kormányzati meghívottakhoz hasonlóan szintén nem vett részt az eseményen, így a megjelent szakértők és a civilek csak egy informális ülés keretében a bizottsági ellenzék tagjaival tudtak beszélni a témáról. Györfi Dóra közgazdász előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai akkumulátoripari stratégiához nem készült gazdasági elemzés, és az eddigi adatok alapján az akkumulátorgyártást és feldolgozást végző hazánkba települt cégek működése nem szolgálja a magyar gazdaság fejlődését. Mindenről Győr Fidóra korábban az átlátszó podcast adásában is részletesen beszélt. Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője, Számos példával igazolta a hazai akkumulátorberuházások környezet szennyező és veszélyeztető működését, és hangsúlyozta, hogy a hatóságok nem szankcionálják megfelelően a szennyező cégeket. A civil szervezetek képviseletében megjelent Bognár Zsuzsa, lapunk munkatársa arról beszélt, hogy a hazai akkus beruházások engedélyezése és hatósági ellenőrzése során számos jogszabálysértés történik, és a magyar hatóságok nem biztosítják a környezet, valamint a lakosság védelmét. Az eseményen érd elempés alpolgármestere, Tetlák őrs elmondta, hogy az akkúipari beruházások esetén nem csak a lakosságtól, hanem az érintett önkormányzatoktól is elveszik a jogot, hogy beleszólhassanak a kormányzati döntésekbe. A bizottsági ülésre számos városból, köztük Debrecenből, Sóskútról, Gödről, Ácsról, Bátony terenyéről érkeztek civilek, akik a kormány képviselőitől vártak volna válaszokat a veszélyes anyagokat kibocsátó, rendszeresen szabályszegő üzemek működésével kapcsolatos kérdéseikre. A kormány részéről azonban ezúttal sem volt senki kíváncsi a civilek és a szakmai szervezetek véleményére.